Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket. Most is Isten igéje köré gyűlünk össze. Várjuk, hogy az igéből milyen üzenetet kapunk, és szeretnénk azt a szívünkbe befogadni és forgatni a szívünkben. Most pedig folytatjuk a Péter első levelének olvasását, és erről fogunk beszélgetni. Péter első levele, 4. rész, ből a következőket fogom felolvasni, a 14. verstől a 19. verszakig. A cím, amiről beszélünk, ítélet az Isten házán. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha valóban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hová lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Péter apostol a levelében újra visszatér a szenvedésre. Hát itt különösen a szóbeli agresszióra vonatkoznak ezek a szavak. A mindennapi életben látjuk nagyon gyakran a fizikai agressziót, amikor ütik, verik, ölik egymást az emberek, elgázolják autóval a másikat, mert olyan nagyon fontos, sürgős dolguk van, és sok szörnyű dolog történik, de mi most az agressziónak ezt az egyik változatát figyeljük, amire Péter apostol irányítja a figyelmünket, hogy a hívő embert gyalázzák, agresszív módon szidják, elmarasztalják, belekötnek, kigúnyolják. Az jó, hogyha a Krisztusért történik, hogy hiszek Krisztusban, hogy megélem a Krisztust, hogy az ő alázatába járok, hogyha ezért gyaláznak, lenéznek, leköpnek, megvetnek, akkor csak egyet tehetünk, hogy azt mondjuk, hogy dicsőség az Úrnak. A dicsőség lelke megnyugszik rajtunk. És hogy ez olyan nagy dolog, hogy a Szentlélek Isten vállalja velünk a közösséget, sőt, Jézus előre megmondta, hogy ha majd bíróság elé állítanak titeket, hogy nem maradtok egyedül, Isten lelke fog szólni a ti szátokból, és hogy lehet, hogy az emberek Isten lelke úgy hat, hogy bűnbánatra tudnak jutni, mások meg megkeményítik a szívüket.
Itt a 14. versben azt olvassuk, hogy boldogok vagytok, ha a Krisztus nevéért gyaláznak titeket. Az egyik azért, hogyha a megváltásban részesültünk, és a megváltás, az Úr váltsága nagyon drága az életünknek, akkor azt megbecsüljük, és olyan módon is, hogy a szenvedést is szívesen vállaljuk az Úr Jézus Krisztusért. A 14. rész második, a versnek a második részében ez van, hogy megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke. Azért is jelent az embernek örömet, ha az Úrért, és itt nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy Krisztusért gyalázatot. Nagyon sok szenvedő ember van, van, aki a magánytól szenved, van, aki a betegségtől szenved, van, aki a nincstelenség nehéz terhét hordozza, a gondoknak a terhét, a mindennapi életnek a terhét. Kevés az ereje, de itt valami másról beszél az apostol, mégpedig arról, hogy a Krisztusért szenved gyalázatot az ő nevéért. Mi egy olyan korszakban éltünk és voltunk fiatalok, és kezdtük el meg a szolgáló életünket, ahol bizony Krisztus nevéért bántalmaztak bennünket, és nagyon sokszor kaptunk olyan fajta megrovást és olyan fajta megszégyenítést, ami nagyon nehéz volt más embereknek elhordozni. Soha nem felejtem el egy vidéki, nagyon messzi faluba helyeztek el bennünket, mégpedig azért, mert hogy a fiatalokkal ne foglalkozzunk, és hogy az evangélium ne jusson el hozzájuk, és rendszeresen ellenőriztek bennünket. Egy ilyen alkalommal jött az egyik főnöke az egyháznak, és nagyon csúnyán kiabált velünk, hogy hogy képzeljük mi, hogy a fiatalokkal foglalkozunk, hogy az evangéliumot hirdetjük. Bevonták a hitoktatói engedélyét a férjemnek, mert gyerekekkel foglalkozott, és a templomba a Keresztelő János fejvételét, mint színdarabot adta elő a gyerekekkel, és hát ezért a párt vezető elrendelte, hogy be kell vonni a hitoktatási engedélyt, büntetve ezzel a falusi gyerekeket, hogy ugye nem részesültek a hitoktatásba, meg minket is. És emlékszem arra, hogy milyen nagy békességünk volt, hogy egyáltalán meg se érintett ez a szidalom bennünket, de annál inkább megtapasztaltuk, hogy Isten szent lelke megnyugodott rajtunk, és láthattuk az Úr dicsőségét, mert ezek a falusiak aztán jöttek, személyesen is kérdeztek bennünket Jézus Krisztusról, a megváltóról. Emlékszem, az egyik kedves asszony azt mondta, tudja, itt eddig amilyen lelkészek voltak, a jó Istenről prédikáltak mindig, de Jézusról, mint megváltóról nem hallottunk. Csodálatos volt látni, hogy Isten lelke megnyugodott, és bár a kívülvalók nem vették szívesen, de mi dicsőítettük és magasztaltuk az Urat, hogy méltatott bennünket arra, hogy hirdethettük az evangéliumot. És igazán ez a gyalázás, ami történt, és amivel megszittak minket, nem érintette meg a szívünket. Ha Jézus Krisztus, ami megváltunk, és a szívünket betölti az Isten szent lelke, akkor nem is érint meg a Krisztusért való gyalázkodás. Nem jár más. Hát az apostoloknak se járt más. Pál apostol hányszor börtönbe zárták, megkövezték, megverték, hajótörés szenvedett. Péter apostol ugye Jézusért szenvedett és meghalt. Jakabnak a fejét vették azért, mert Krisztus nevében
hirdették az evangéliumot. Nagy öröm az, hogy senki se szenvedjen köztetek, mint köztörvényes bűnös, ugye itt a gyilkos, a tolvaj, a gonosztevő, és a más dolgába avatkozó van. Nagyon fontos, hogy megszentelt élete legyen a hívő embernek, hogy ne tudják rágalmazni a köztörvényes dolgokért, hanem hogy valóban szabad lehessen, bár a sárdobálás az mindig megy, a ma ember korában nagyon divat a sárdobálás, a másikat befeketíteni, de az én feladatom, hogy ne adjak rá okot, sem mint gyilkos, sem mint tolvaj, sem mint gonosztevő, mert hogy nagyon sok gonoszság van. Az emberek sokszor kész akarva ártanak a másiknak, és én mindig nagyon ügyeltem arra, hogy ne akarjak másnak rosszat, hiszen Krisztus csak a jót akarja az ember számára, az üdvösséget, és ez a más dolgába avatkozás, ez egy olyan fajta rossz emberi szokás és tulajdonság, amikor beleszólok a másik életébe. Te ne menj oda, te ne csináld azt. Amikor lebeszélem arról, hogy ő a saját útján tudjon járni, nagyon sokan beleszólnak a házasságkötésbe, te ne menj hozzá, ne tedd ezt. Rengeteg dolog van, amiben próbálunk a másikra hatni. Igen, hogy beleszól abba is, hogy ne térj meg, mert akkor az... A haverok ugye lebeszélnek a Krisztus követéséről, a szolgálat útjáról. Aztán itt a 16. vers ezeket a gondolatokat folytatja, úgy érzem, hogy kapcsolódik is a 14. vershez, ha pedig mint keresztjén szenved, ne szégyelje, hanem dicsőítse azért az Istent. Igen, Jézust föl kell vállalni, vannak, akik szégyellik, és csak akkor komoly hívők, amíg egy közösségen belül vannak, ahol ez egy természetes dolog, de amikor fel kell vállalni a hitetlen világ előtt, akkor nagyon sokan hallgatnak, nincs bizonyságtételük, nem szólnak, mert szégyellik. Az én életem nagyobb része abba a világba telt el, ahol az emberek szégyelték az Úr Jézus Krisztust. Sose felejtem el, hogy voltak kis barátnőim, iskolatársaim, akiknek vörös nyakkendőjük volt, ami akkor egy természetes dolog volt, nagyon ritka volt, ha valamelyik gyereknek nem volt, és titokba jártak a templomba, mert hogy a szüleik azért mégiscsak megkeresztelték őket, és hát időnként elmentek, és hát ugye szégyelték, a harmadik faluba mentek, nehogy megtudják, hogy voltak, vagy beutaztak a városba, és ott mentek el a templomba. Nem vállalták föl azt, hogy ők az Úr Jézus követői, hogy keresztjének. És a szenvedést az emberek általában nem szeretik fölvállalni, és kibújnak alóla, pedig ha az Úr megengedi az életünkbe az érte való szenvedést, ugye az ő tudta és akarata szerint megy az végbe, hogyha a hitünk miatt kell szenvedni, akkor biztos vagyok, hogy az Úr megadja az erőt is hozzá. Még itt csak egy ilyen esetet mondanék el, hogy más faluba mentek meg egyéb, mert szégyelték. Titokba bejött a parókiára két asszony, és azt mondják nekem, hogy tessék mondani, hol van a tiszteletes papelvtárs, mert gyereket akarunk kereszteltetni. Hát mondom, majd szólok mindjárt neki. De
Hát hogy keresztelkedik a gyereket, hogyha tiszteletes papelvtárstól várják? És aztán kiderült, hogy a tanácselnöknek volt az újszülött gyermeke, mégiscsak úgy döntött a családi tanács, hogy ide tanácselnökség, oda tanácselnökség, a gyereket meg kell keresztelni, és ezért a bába asszony, meg még egy asszony, mint keresztanyát küldték el. Igen, nem vállalták fel azt, hogy a szívük mélyén mégiscsak ott volt a bágy, hogy a család Jézushoz tartozzon, mert kifele mást vállalnak az emberek, egy kis érdek, egy kis nagyobb jövedelem, abban az időben ez nagyon fontos volt, de hogy az Urat fel kell vállalni. Az a Krisztus követője, aki Jézust felvállalja a szenvedés útján is, és nem szégyelli, hanem dicsőíti az Urat ezért. Nagyon sokan vállalták a szenvedést Jézus Krisztusért, és az mindig csodálatos gyümölcsöket termett, és az emberek meglátták Isten dicsőségét. A mi életünknek az az értelme, hogy Isten dicsősége keresztül sugározzon rajtunk, hogy az emberek őt lássák, nem minket. És ez egy nagyon nagy ajándék az Úrnak, amikor láthatóvá válik valaki életébe a megváltó Jézus Krisztus. Igen. Hát ezután, mint hogyha egy fordulatot venne, de azért ennél a témánál marad Péter apostol a 17. versben, mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? Hát az Isten háza népe, ugye Isten népét jelenti, a gyülekezetet, az eklésiát jelenti, a kegyelemből megszólítottak, kihívottak, a bűnből, nyomorból kihívottak közössége. Tehát ez az ítélet, ez nem az idén kezdődött el, vagy nem a járványos betegséggel kezdődött el, ez azóta tart, ez az ítéletidő, amióta Krisztus megfeszítetett, feltámadott, és hogy amióta a kereszténység is működik, sőt, Isten népe, ószövetségi népe életében is ez megmutatkozott, de mi most ne menjünk az ószövetség mesdjéjén túl, hanem maradjunk itt a mi mesdjénken, ahol keresztények élnek, hogy elkezdődött az ítélet. És hogy ez valóban egy fontos dolog, hogy ezzel számoljunk. Tehát az az evangélium szerintem hiányos evangélium, nem teljes evangélium, amely elhallgatja azt, hogy ítélet. Nem arról van szó, hogy most az ítélettel megrémítsük az embereket, vagy ijeszgessük, vagy ítélettel akarjuk az embereket a megtérésre rávenni. Szó sincs róla, az ítélet jelen van, és hát amint tudjátok is, hogy a Biblia a két ítéletről beszél, egy, ami itt a Földön van, a kegyelmi időben, és az az ítélet, az utolsó ítélet, amikor majd oda kell állnunk a Krisztus királyi széke elé. És hogy ez az ítélet nem mindig tetszik az embernek, hogy a Jelenések könyvében is szó van arról, hogy a kis-ázsiai gyülekezeteket is az Úr számon kéri, és ítéletre vonja, de ez is kegyelemből történik.
nem az a célja Istennek, hogy elpusztítson bennünket, hogy lerombolja az életünket, hanem az a célja, hogy felépítse az életünket. Az Úr az ítéleteken keresztül formál bennünket, és hogy rá döbben minket arra, hogy valami hiányosságok vannak, túlkapások vannak az életünkből, nagyon ellazultunk, lanymeleggé váltunk, és nem tudunk lelkesedni az Úrért. Nincs mondani valónk az elveszettek számára. Egymást elszórakoztatjuk, de az nem valóság a napjainkban, amiről Pál mond, hogy beszéljetek zsoltárokkal, dicséretekkel egymás között. Beszélünk mindenről, az időjárásról, a futball eredményekről, nem mintha ez baj lenne, de hogy valahogy, hogy nincs mondani valónk Krisztusról, mert nincs személyes kapcsolatunk, nincs élő közösségünk ő vele. És az Úr ezért szólhat. És ez az ítélet ahhoz hasonlítható, nekem sokat mondó volt, valakitől hallottam ezt a példát, hogy egyszer a híres szobrásztól, Michelangelo-tól megkérdezték, hogy hát mondja már, hogy tud ebből a nagy kőhalmazból ilyen gyönyörű szobrot formálni. És azt mondta, hogy úgy, hogy mindig lepattintom azt, ami nem odavaló. És hogy ez az ítéletnek ez egy formája, hogy az Úr rámutat, hogy ez nem kell neked. Nem ezért kell élned, rajonganod és idődet pocsékolnod, hanem hogy gyere velem, és hogy gyere a szolgálatba, és hogy tedd ezt is, szolgálj.